tegnap azt mondtad, hogy azért az zavar, hogy az emberek azt látják, hogy iszonyú távol vagy, mert van kis hiba, az belefér. Azért zavar. Igen, itt nem kis hiba van. Tehát valóban, hogyha pár tized lenne a különbség, vagy akár öt tized lenne a különbség, az nyilván bennem van, vagy a Norbiban van, főleg időmérőn, de amikor ekkora a különbség, ez gyakorlatilag kanyaronként jelent három tizedet, az tök teljesen más vonalás. Tehát nem én felejtettem el vezetni, egyszerűen valami az autóval nem úgy működik, ahogy szeretném, de nagyon nem, és miután ezt próbáljuk keresgélni, csak nincs tesztelési lehetőségünk, ezért tulajdonképpen élesben tesztelünk, ezt tudom mondani, és innentől kezdve minden egyes beállítással megy az idő, hogyha nem jó irányba mentünk. Ugyanaz a beállítás nem segít? Nem, teljesen máshogy vezetünk a Norbival, de annyira, hogy a Norbi beállítását megnézem, köszönöm, de nem kérem, nem tudok valamit kezdeni. Abban az irányban voltunk tegnap egyébként, és nagyon nem működött, úgyhogy most ettől elkezdtünk eltérni, és mindjárt jobb lett az autó. A Posen jegyzetek ugyanígy nem segíthetnek, ugye akkor ezek szerint? Az meg a harmadik verzió, tehát abban az irányban is majd elmehetünk, azt meg nem néztük meg annyira kiélezve. Posen gyakorlatilag a teljes másik skálán ment beállítások szempontjából, mint a Norbi. A futammal kapcsolatban az a jó, hogy a warm-upon most sokat változott, fejlődött az autó, sokat gyorsultam ahhoz képest, hogy kapott gumi voltunk, meg volt tankolva már az autóversenyre, és például pont aki előttem rajta a hongkongi srác, a nög sokkal lassabb volt, tehát mentünk három kört egymás mögött, és nagyon nagy tempókülönbséggel értem utol, és utána ki is fékeztem, megpróbáltam egy fékezést megcsinálni, hogy milyen a célegyenes vége. Ilyen szempontból jó lehet a futam. Biztos, hogy tudnék előre jönni, vagy tudok, az a kérdés, hogy amit még most változtatunk az autón, az mennyire működik majd a versenyen. A hátsó kerekes technika nem ismeretlen, hogy a hosszú távú versenyeken mentével ez ennyire nagy a differencia? Nem a hátsó kerek, nem a hajtással van bajom, a kocsi eleje az, ami probléma folyamatosan most már. Az első futamon is, de Valencia óta nagyon. Egyszerűen nem érzem az autó elejét, hogyha egy bizonyos beállítás irányba megyünk el, akkor nekem eltűnik érzésre az autó eleje, és nem tudom úgy támadni a kanyarokat, ahogy egyébként én saját stílusomból adódóan nagyon agresszívan teszem be az autót a kanyarbejáraton, és ez tűnik el, és innentől kezdve teljesen bizonytalan lesz az egész, az autó viselkedése is nekem furcsa lesz. Ahogy ezt az irányt megtaláljuk, amikor ráérzünk, most szerencsére azt gondolom, hogy elkezdtük megint megérezni, akkor onnantól kezdve az idő is jön.